Na, hello pingvinek, itt Nessai, és végre megjelent a Total War Warhammer 2, ami az elkövetkezendő hetekben biztos, hogy az én egyik nagy kedvencem lesz, hiszen imádom a Total War franchise-t, a Warhammer lore-ja pedig egy olyan dolog, amely egész gyerekkoromat végig kísérte, és szerintem ti is szeretni fogjátok a játékot, hiszen több ilyen stratégiai háború szimulátorral játszottunk az elmúlt időkben, és mindegyiket nagyon szerettétek, tök jó, hogy most AAA-s verzióban is megnézhetjük, hogy mire képes egy ilyen játék. Srácok, lányok, ezt a játékot a notebook.hu biztosította nekünk, úgyhogy ha tetszik a gameplay és te is beszereznéd, ne felejtsd el csekkolni a linket a leírás első sorában. Kösz, pingvinek! Ugye a Total War széria sava borsát a kampánymód adja, itt tudunk több száz órát eltölteni miközben a mi kis frakciónkat menedzseljük, de azt gondolom, hogy YouTube tartalom szempontjából most szerencsésebb, hogyha egy ilyenben nem kezdünk bele, úgyhogy a játékmód, amit választunk, az a Custom Battle lesz, a testre szabható háború, ugyanis itt az elejétől a végig össze tudjuk rakni a hadseregünket, és választhatunk egy ellenfelet magunknak, akiket le kell győzni a választott térképen. Úgyhogy a frakciónk az nem lesz más, mint az én egyik nagy kedvencem, a patkány emberek frakciója, a skavenek, az ellenfeleink pedig a sötét elfek lesznek. Láthatjátok itt baloldalt, hogy gyakorlatilag a lordoktól elkezdve a hősökön át a közelharci távolsági és ostrom egységekig, gyakorlatilag teljességgel testre tudjuk szabni, hogy milyen sereget rakunk össze, jobb oldalt pedig kiválaszthatjuk, hogy egy sima land battle-t játszunk, ostromot, egy rajtaütést, mindenféle gyakorlatilag fejben elképzelt háborús csatát le tudunk szimulálni ebben a játékban. Én azt mondom, hogy egy sima land battle az nekünk tökéletes lesz, és térkép is bőven áll rendelkezésre, mint láthatjátok. Ez a Torgard, ez nekünk most hibátlan lesz, és a sereget hála Istennek a gép is le tudja nekünk generálni, úgyhogy nem kell egyesével összeválogatni az egységet. Rányomunk, hogy Auto Generate Army, és már meg is van a mi kis patkány seregünk, úgyhogy töltsük be a játékot, lássuk a skaven sötét elf összecsapást Torgard mezein. Nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy lett legalább olyan jó a játék, mint az első rész. Na, hát itt is vagyunk, de az az igazság, hogy nagyon nagy stratégiai rálátással nem rendelkezem az ütközetre, hiszen a játék csak most jelent meg, és még én sem ismerem az egységeket és a különböző taktikákat, de lényeg a lényeg, hogy mielőtt elkezdődik a csata, ugye szabadon tudjuk változtatni az egységeink kezdő helyét, itt láthatjátok, hogy kijelöltem most a Storm Vermineket, akik a kardos pajzsos egységei a skaveneknek, és oda pakolom őket ezen a citromsárga téglalapon belül, ahova szeretném, az ellenfél pedig a szemben található narancssárga területen belülről fog indulni, amint rányomunk a csata kezdetére. Hát nézzük meg, hogy milyen egységekkel rendelkezünk, itt baloldalt alul, pontosabban középen alul ki tudjuk jelölni, hogy melyik egységet szeretnénk irányítani, vagy egyébként ugye a térképen az egérre rá kattintunk, ez a másik megoldás. Arra vagyok kíváncsi, igen, hogy itt be lehet állítani formációkat, össze tudunk vonni egységeket. Set formation, missile front, mili front. Aha, különböző formációba összerakta nekünk most, aha, nagyon jó. Tehát akkor így most egy egységként vannak kezelve az ogréink. Nagyon jó, ez fontos. És ha lenyomva tartjuk a jobb klikket, akkor egyébként látjátok a sárga nyilakat, be tudjuk állítani, hogy hogy álljanak föl. Súgy! Gyönyörű, csodálatos. Na, hát itt vannak az ogrék, ők szerintem mili egységek, ha jól látom, nézzük meg őket közelről, hogy milyen csodálatosan szépek. A patkány ogrék mili egységek, kevesen vannak, viszont rendkívül erősek. Őket valahova egyébként én a szélre állítanám ki, sőt, berakjuk őket ide a fák közé. És ők fognak majd meglepetésből támadni, amikor közel jönnek az ellenséges seregek, legalábbis most ez az elképzelésem. Úgy, berakjuk őket oda a mocsárba. Na, hol vannak a közelharci egységek? Itt alul kardos egység, kardos egység, flail egység, hol volt? Egy olyat is láttam. Dual sword egység. Próbálom így összecsoportosítani a hasonló kategóriába tartozó katonákat. Halberd, yes. Flail, ez az. Jó. Ti lesztek a második formáció. Missile front, mili front. Ez a mili front lesz. Így.
őket berakjuk ide középre. Itt van egyébként a Warlordunk, a vezetőnk hátul. Ő a mindenek mindenkije, ha ő elisik a csatában, akkor gyakorlatilag mindenki bepánikol, az végünk van, mint a botnak kettő is. És akkor a maradék egység, ők a spíresek, ők a dobálós egységek, és a katapultok, ők lesznek a harmadik csapat, Missile Front. Jó, és őket így széltében állítsuk, fölnézzük meg, milyen gyönyörűségesen szépek. Nagyon jó, hát ezt szereti Nessai papa, ez gyönyörű, csodálatos. Hát így néz ki akkor a frontunk, így fogunk elindulni, és ne felejtsük el, hogy az ogrék itt várakoznak, arra lesvén, hogy becsatlakozzanak a csatába. Kezdjük el az ütközetet, aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül ez nekem. Különböző parancsokat tudunk egyébként itt alul kiadni, hogy guard módba legyenek az egységek, tehát defenzíven viszonyuljanak az ütközethez, vagy pedig offenzíven. És láthatjuk most már, hogy az erdőből fognak támadni az elfek. Vannak hárpiáik, akik a levegőből veszélyesek, vannak nekik is ilyen közelharci lándzsásaik, de a katapultjaink már lőnek rájuk, hogyha jól látom. Legalábbis valami becsapódott, nézzük csak meg. Das katapult, yes, úgy is van, hát megy az áldás, jó nagyot kihányok. Súgy, hát sebezzük őket, amíg lehet. Aztán meglátjuk, hogy hogyan kezdődik az ütközet. Ez tényleg deep stratégia, tehát azért sokkal feljebb léptünk színvonalban, mint az eddigi szimulátorok, amiket láthatatok. Tehát itt az AI is azért megfontolja, hogy mikor kezd bele az ütközetbe, nem rohan fejjel a falnak, és nekünk is valami hasonlót kéne produkálni. Láthatjuk egyébként ugye a narancssárgával jelölt háromszögeket, az azt mutatja, hogy meddig tudnak ellőni effektíve az egységeink. Hát látható, hogy a katapultnál ez elég messzire vonatkozik. A lényeg, hogy ne vegyék észre az ogréinkat itt az erdőben. Kijelölöm az első, pontosabban a második osztagot, és kicsit rájuk ijesztek. Fölállítom őket ide. A harmadik egységet pedig eltoljuk valahogy így. Meglátjuk, hogy hagynak-e nekünk időt arra, hogy mozogjunk. Alul egyébként tudjuk befolyásolni, hogy az egységek milyen gyorsan mozogjanak, hogyha gyorsabban mozgatjuk őket, akkor gyorsabban fogy a staminájuk, és nyilván, hogyha elfáradnak, az nekünk nem jó. Azért mozgatom egyébként ki jobbra őket, hogy hát, ha így egyáltalán nem jönnek errefelé, és nagyon jó hátba tudom őket majd támadni az ogrékkal. Hát deep stratéga vagyok, srácok. Lássuk a medvét. Mennek, menetelnek, elindulnak a hárpiák, nézem. Egyelőre nagyon defenzíven játszik az AI, itt megbújik az erdőben. Azt hiszik, hogy nem fogok rájuk lőni, pedig de. Srácok, szerintem elég távol jöttünk. Várjál, most nem jó, egy egység van kijelölve. Not good. Kettes osztag, igen. Itt álljunk így föl. És akkor hármas osztag. Így. Nagyon jó. Lássuk, mit csinál az ellenfél. Ti is izgultok? Be ne csokizzon senki. Még el se kezdődött az igazi háború. Nagyon jó. Gyorsítunk az időn egy kicsit. Ezt is lehet itt a jobb felső sarokba. És akkor nyilván kevesebbet kell várakoznunk. Jó. Egységeink fölálltak, ha jól látom. Veris katapult. Hát igen, a katapultok egy kicsit lassabban mozognak. Be tudjuk őket gyorsítani? Nem, most gyors üzemmódba menetelnek. Aha. Semmi gond, drága katapultok. Álljunk meg akkor itt. Úgy. Várjál, merre lövünk? Arra lövünk. Úgy. Őket ide beállítjuk. Nyugalom, mindjárt megtörténik, ne aggódjál egy pillanatig se. Beálltak. Nagyon jó. És akkor kezdődjön meg a tüzelés. Hát elé... De ne arra nézzetek. Nagyon nehéz a katapultokat megfelelő irányba beállítani, pingvinek, ez a mai tanulság. Egyébként az időjárás dinamikus, csodálatos, egünkön éppen felhők vonulnak át. Na hát rájuk látunk, tehát én elkezdeném a tüzelést, mint olyan. Méghozzá az íjászokat tizedeljük ott meg szépen. Nézzük a katapultot közelről. Beállnak, sújt! És... Nem találtunk. Igen, ezzel ez a probléma. Nem fognak onnan kijönni. Mekkora csirkék. Gyorsítsunk az időn. Én azt akarom, hogy ők rohanjanak ránk. Hát közben a katapultjaink veszettű tüzelnek. Az minket ne zavarjon. Ne menjetek annyira előre, mert az veszélyes. Álljunk meg. Guard mód van.
Úgy, ott álljunk szépen meg, mert azért most már veszélyesen közel jöttünk. Csak arra fele nézzetek, amerre tüzelni akartok. Nézd meg, nem támadnak ki. Mekkora csirkékkel van dolgunk. Akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy a komplett sereget egy kicsit közelebb visszük, csak hogy nyomást helyezzünk a kollégákra oda. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, gyorsítsuk az időt. Mondjuk a Warlordunkat nem kéne annyira előre vinni. Mert talán az egy kicsit parás. Nem hajlandó a kijönni az erdőből. Na most! Most ott, mintha mozgolódás történt volna. Úgy-úgy, na, indul az áldás. Indul az áldás, és kezdődik a küzdelem. Your hidden units are revealed. Hogy? Hogy vették őket itt észre? Oh boy. Na, az baj, mert hogyha ők itt tudják, a lovasok, hogy ott vannak az ogrék, akkor a nyeles aspirint, mint olyan, könnyen benyelhetjük. Egyelőre itt távolsági harc indul. Küldjük őket be. Gyerünk csatába, tizedeljük meg őket. Igen, itt eljöttek a szélre. Látják szerintem az ogréimat. Ez gond, mert így meglepetés nem nagyon fogunk tudni okozni. Itt megkezdődik az összecsapás, kőkeményen milibe. Tök jók az animációk egyébként közelről is. A Warlordunk itt már üti őket, ahogy nem sajnálja. Tehát hullanak, mint a legyek. Nagyon helyes. Igen, az a baj, a távolsági egységeinknek nem kéne a milikkel foglalkozni, mert az baj. Tehát nektek oda kéne támadni, mert ők könnyen megtizedelnek minket. Közben elindultak itt az íjászok az ogréinkra. Dark Riders. Nem is íjászok ezek, íjász lovasok. Hát akkor gyerünk, ogrék. Gyerünk, ogrék, kapjuk el őket. Töröm, töröm, töröröröm. Gyorsítsunk egy kicsit az időn. Aha, megfutamodnak, de ott maradt egy egység. Gyerünk, na azokat széjjel szedni. Gyerünk, ogrék. Töröm, töröm, töröröröm. Látjátok, hogy futnak? Utolérik őket? Azaz! Azaz! Na most megy a gyepa-gyepa! Csak közben kapják az ívet ugye a lovasoktól, akik sokkal gyorsabbak, mint az ogrék. Jó, kicsit lassítsunk az időn, mert lássuk, hogy itt mi történik. Újjaj! Itt rendesen harapó fogóba zártak minket. Lehet, hogy vissza kéne vonulnunk egy kicsit. Mert nem tudom, hogy áll ez a küzdelem. Az ogrék egyelőre köszönik szépen, remekül vannak. Rá kéne futni a lovasokra. Kérdés, hogy van elég sebességünk, hogy őket elkapjuk. Nézzük, aha. Látjátok, hogy futnak a kis parasztok, félnek. Gyerünk, ogrék, üldözni őket! Jó, akkor betámadunk ide az ogrékkal. Hát akkor fussatok utánunk. Így, de itt nagyon rosszul állunk. Á, igen, ezt itt a csatát elvesztettük konkrétan. Próbáljunk meg az ogrékkal az íjászokra nyomást helyezni. Azaz, jó a ráfutás. Ha szét tudjuk verni azt az íjás sereget, az ott nagyon jó. Már meg is futamodtak. Láthatjátok azokat a kis fehér zászlókat a fejük fölött, az nyilván azt jelenti, hogy föladták a harcot. Itt az ogrék még itt lehozhatnak nekünk mindent. Mert egyelőre itt nagyon szétszóródtak a seregeink, és mindenki megfutamodott. Úgyhogy ez egy nagyon szoros küzdelem lesz, amiben egyelőre vesztésre állunk. De még ezek az egységek harcolnak. Gyerünk, srácok, fussunk rájuk. Nagyon kevés egységünk van, alul láthatjátok. És elvesztettük, elvesztettük, basszus. Nem volt jó, nem volt elég jó a stratégiánk. You have lost, but there is honor in this defeat. Tehát vesztettünk, de nem vallottunk szégyent a csatatéren. Nézzük a statisztikát, hogy hogy alakultak az egységek halálozásai. 761 egységgel indultunk, ebből 477 halt meg, 284 megfutamodott. Az ellenfél kevesebb, de erősebb egységet hozott, 512-t, ahogy a 264-et sikerült kiírtani, és 248 egységük maradt. Tehát effektíve hiába maradt jobb egységünk, az ellenfélnek jobb volt a stratégiája. Úgyhogy ennyit így nagyon-nagyon dióhéjban most csak a Total War Warhammer 2-ről.
ez a játéknak csak a felülete, amit itt megkarcoltunk most így negyed órában közösen, de remélem, hogy meghoztam a kedvet hozzá. Ne felejtsétek el, hogyha tetszik a játék, akkor ott van a notebook.hu linkje a leírásban, csekkoljátok le, van azt hiszem több mint 10% kedvezmény, hogyha most megvásároljátok a játékot, ami szerintem nem rossz, de a lényeg, hogyha a videón jól szórakoztatok, akkor dobjatok egy lájkot, mondjátok el a véleményeteket a komment szekcióban a Total War szériával kapcsolatban, nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e hozzám hasonló, aki több száz órás kampányokat szokott játszani mindig, amikor kijön egy új széria, és hogyha már megvan a játék, akkor mondjátok el, hogy nektek hogy tetszik, hogy előrelépés lett az első részhez képest. Szerintetek én még mindig Nessai vagyok, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és hamarosan újra találkozunk. Na, szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow, köszönöm, hogy végignéztél, haver, ha tetszett, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap jelentkezem, ha pedig már a sereg tagja vagy, menő cuccokért csekkold a shopot, vagy nézd meg egy másik videómat és szórakozz tovább. Na, szevasz!